A csácsú, mit csinálsz, ezt a csokoládé és traktor kerékű a csatornád? Keeper jelentkezik a következő videóval, ami nem lesz más, mint egy manual spin tires. Yes. Na, igazából ennyit akartam mondani, egy kicsit hangos volt biztos. Nem szeretitek a hangos beszédet. De ki kell ide jutnom most? Az... Ja, gyerekek, hát fogy az üzemanyag a BTR-ből. Fogy az üzemanyag a BTR-ből, nézzétek, ködvetők is vannak rajt. Ha nézzétek a hátulján. Tudjátok, minek a ködvető? Minek a ködvető a járművön? Gondolom nem kell senkinek bemutatni, ha valakinek be kell, az meg nem jó. Nem akarok senkinek bemutatni, mert utána meg azt mondjátok, bemutattam nektek. De nem úgy akarok bemutatni. Na, üzzük, hajtsuk, szerintem. Kitolatok innen a francba, aztán akkor már mehetünk is tovább. Oda nézzetek, ott is van egy roncs. Vannak itt roncsok. Egyébként nem tudom, hogy mikor játszódhat ez a map. Mert ugye mindenhol ilyen nagyon lepusztult roncsok vannak. Viszont szerintem nem pont napjainkban játszódik ez. Gyerekek, ez nagyon megy most. Osztobetyár. Valahogy nagyon rá... Aha. Néha köhögni fogok. Néha köhögni fogok. Mert várj, döglődik a keeper. Annyira nem ám. Egyébként meg vagyok fázva, nem kell. Nem kaptok el tőlem semmit, de aggódjatok, testvéreim. Na itt megyünk szépen okosba. Jó ez a gép. Tetszik ez a gép. Na itt megyünk szépen okosba, óvatosba. Jó, mert difizárat nagyon nem felejtem el legalább bekapcsolni, mert amúgy biztos elfelejteném. Elmegyünk a 131-es Zil tűzoltó autó mellett. Vagy mi az? Tartálykocsi? Tűzoltó autó, nem? Az volt. Aztán megyünk erősen megyünk arrafele. Nagyjából így bejelöltem magamnak terület azon részére kéne menni. És ugye itt nem lehet átmenni. Én megpróbálkoznék ezen a részen. Egyébként garázsot is fel lehetne szabadítani. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy ebben a részben megcsináljuk azt a garást is, aztán akkor onnan is tudunk közlekedni. Ugye a mostani garázsba be kell ugratnom a járművekkel, és akkor garázspontot szállító géppel. Apa, a gyerekek, miért recceg ez? Megerett az eső, vagy mi történt? Ugye megerett az eső, nem tetszett neki. Nem tetszik neki a rendszer. Itt megpróbálok elcsullankodni, látjátok? Itt lehet, hogy el lehet. Végig a vízbe. Odani, hallod? Azért vannak bajok, testvérem. Hú, ez egy nagyon jó kép. Ez tetszik. Az igen? Hát ezt lehet leveri az orrát most. Ah, bírja ez gyerekek, nem tudom milyen... Ne! Fordulj át! Nem fordul át. A motor lefullad gyerekek, úgy látom. Hát akkor mindenképpen vissza fogunk ugratni a garázsba. És akkor okosba el kell megint jönnünk. Ja, visszaugratjuk a garázsba gyerekek. Szerintem úgy is kifogyott volna az üzemanyag. Úgyhogy akkor megyünk még egy karikát. Várjatok, akkor jelölök magamnak egy udvarat, jó? Az a baj, hogy itt minden le volt zárva. Itt át akartam menni, ugye itt valószínűleg van egy nagy olyan rész, ahol nem tudok elvenni. Nem tudom, erre tudnék egyébként. Itt fönt éjszakon megpróbálkozzunk bele, itt a vizon át. Srácok, fölmegyek erre, itt. Valamerre nagyon éjszakra. És akkor így a vizon át. Meg így mindenen át, megnézzük. Megnézhetjük. Azt a részt úgyse jártam még be. Ó, gyerekek, hát azt jó megjelöltem magam. Várjál, ott hátul szerintem el tudok menni. Megpróbálok dinamikusan közlekedni, hogy ne csak felfedezés legyen ebben a részben. Mert ebben a részben szerintem még a garást is fel kellene szabadítani. Nyomjuk neki, gyerekek. Úgy nyik. Esik az eső. Azért sikerült felborítanom ezt a izét. Gumikerekes csapat szállítja a járművet. Gyerekek, küldjük neki, fölmegyünk full éjszakra. Ezt megnézzük hát, hogyha ott el tudok közlekedni. Tuskókat kiviszi? Gyerekek, elfért alatta, hallod ez a nagy tuskó, hát jó magas.
Jó magas a gépegység. Hát átmegyek én itt szerintem, nem tökörészek. Azt nézem, ez mi lehetett itt? Ez olyan, mintha valamit felszántottak volna, mintha ástak volna ide valamit. Elmegyek az ilyen mélyebb sarakat érdemes kerülni, ugye ezeket a fekete részeket, mert... Jaj, gyerekek! Ki vannak vágva? Ja, meg hülyeséget beszéltem el, rossz... Na, kiviszi ez a izé tuskókat. Hülyeséget beszéltem, tudom, az előző részben azt mondtam, acélkoporsóba tevették őket, nem acélkoporsóba, hanem ólomba. Na hát itt hol? Akkor megyünk? Hát ez kivisz minden, gyerekek. Ott van egy izé személyi gépjármű. Elvileg Pripyatybe be lehet menni, olyan helyen lesz olyan hely, ahol el tudok én közlekedni Pripyatybe, hogy nem... Nem fog... Várja, állja meg! Ja, itt van az egyik cél, hát itt valahol le kellene osodnom itt. Nem tudom, cső alatt elférek gyerekek, vagy nem? Lehet, hogy nem, megkerüljük. Hát itt nem férek el. Azt nézem ott... Ha fölmászok a betonra, ott is csak leesek. Megkereljük ezt a csövet, jó? Na, mi volt ez a nagy szikla? Megakadt benne. Legalább jobban feltérképezem a területet. Látom, hogy merre tudok elközlekedni, vágod. Valahol át kéne menni, várjatok ezteket a kis fákat kidönti. Hát ez nem. De itt valahol le kéne ugratnom, gyerekek. És ezt láttam legjobbnak itt, ezt a részt. Megint felborulok, lehet, hogy az lesz. Ez jó meredek volt. Forgatom a kamerát, gyerekek, úgyhogy semmit nem láttok. Tudom, én sem látok egyébként. Szenvedés. A kamera irányítás ebben a játékban még idén sikerült jól megcsinálni. Nem hiszem, hogy miért nem csinálják úgy meg, mint Farming Simulatorban az zoomolás, sokkal jobb lenne. Na nézzük egyébként, merre közlekedtem én itt most már jobban belátom. Jó. Tehát tudok menni, ilyen izék vannak, ilyen leomlott részek, meg ilyen törmelék, meg mindenféle csuda dolog. Valahol nagy sár van, valahol meg itt is hatalmas sár lesz. Itt lendületből megindítjuk, gyerekek. Ja, nem lett, nem volt, de van, csak ugye még nem ástuk bele magunkat, van itt még sár. Ne, ezek nem kövek, ezek földhantok, ugye. Ugye Spinterhouse-be kétfajta dolog volt, kövek, földhant, a földhant is hasonlóan működik, mint a kő, csak annyi, hogy a szétduradik. Hogyha rámész, akkor széttörik. Jó mély sár van, ide kell hozni a fát, gyerekek, lesz itt problém. Nyomtam neki egy retteltes, de itt sem egy gyorsabban. Ugye vannak olyan járművek, hiába rakod neki a szorzót, egyszerűen nem jobb. Elnézést a kölgés miatt. Na, ott megyünk a izén. Betonos részen. Ó, itt a vambiz, gyerekek, na. Itt kipróbálhatjuk majd a BTR-t, hogy elsüljene, vagy mi történik vele. De ugye egyelőre most hadd ne. De majd kifogjuk. Hú, tök jó rész ki. Azért itt fát szállítani nem lesz a legizésebb, aranyosabb. Hát ebben a sárba nem kellett volna belevennie Keepernek. Jó, szerencsé, ilyen járművel vagyunk majd, hogyha mert fát szállítunk, akkor jóval óvatosan meg kell lenni. Ennek elég alacsony a... elég alacsony a súlypontja, úgyhogy elég ritkább borul fel, csak hogy Keeper nagyon hülye. Egyébként úgy lát... Ja, ezelőtt is ott Pripyatyon nem tudtunk átmenni, mert ez full le volt zárva, vagyis legalábbis ott van egy ilyen lakópark-szerű. De talán itt a szélében majd el tudok menni északi részén. Na, gyerünk, gyerünk. Itt az erdőbe elmegyünk talán. Hogy nevezték? Vörös erdőnek nevezték azt a részt, amelyik ilyen izé volt? Úgy gyerekek, itt jaj, Pripyatybe beérünk. Aha, és nem fogok tudni, itt nagyon sűrű, itt le kell mennem balra mindenképp,
Itt meg nem tudom, hogy mennyire fogok én biztonságban lenni. Itt meg ki van dőlve az oszlop. Hát ide megint bekeveredik a keeper, hallod, itt lesznek bajok. Óvatosan kellene nem összetörnöm a gépet, nem kéne felborítanom jobban mondva, összetörni. Nagyon nem tudom ezt a páncélozott csapatszállítót, de... Itt megpróbálok az épület mögött elkavírnyolni. Inkább az erdőt választanám, mint az épületek közé bevenni. Jó, már lecsúsztunk, hál' Isten. Én most riportam ki a izé táblát, mi? Ott van a sugárzás vésői táblát. Nem akar fölmenni arra, már én szeretném. Kicsit hátrébb. Fordulj el, barátom! Úgy, na, erről beszélünk. Ilyen úttalan utakon megyek, gyerekek. Jaj, ne! Vissza! Vissza, áj! Mi a szar van? Nem sebződünk? Nem, jó. És ott a rönklerakat, hallod? Most azt tudnám, hogy ez mennyire sokáig tart. Gyerekek, kockáztassunk? Mit gondoltok? Átgangoljak a rönklerakatig? Csak az a baj, hogy hol fogok tudni kimenni? Itt lett kéne mennem balra. Amíg nem sugárzódunk, addig óvatosan. A lakótelep, gyerekek. És valahogy el tudom képzelni, hogy itt lement egy csapatszállító a valóságba is. Jó, amíg nem sebződünk, addig óvatoskodunk. Azt utána maximum gangolunk egyet, de lehet, hogy itt ezt megúsztam. Ez brutálul néz ki ez a hely, gyerekek. Ezt meg akarom nézni így, ez nagyon tetszik. Hát az atom. Atom villanás. Ja, jó van, oké. Menjünk inkább, mi itt a tökörészük. Aha, itt megpróbál. Az a baj, üzétől nem tudok elfordítani a kamera. De figyelj, rönklerakatban biztos, hogy nem izé van. Itt, ja, itt a tábla, jó. Innen tőlem jobbra van sugárzó rész. Ilyenvileg pont a szélébe megyünk. Jó van, oké, gyerekek, jó helyen vagyunk. Átértünk. Jó volt a taktika. Jó volt a taktics. Azt a betyár, jó éjszakon vagyunk, úristen. Valahol ki kéne kecveregnem, ha itt kimegyünk. Nem kéne végig éjszakabbra mennem, ki letérek a térképről. Jó, apróságokat kitiportja. Oké, gyerekek. Hú, baza, mi van itt? Ez csodálatos helyekre hozott el minket ez az egész. Takarás, gyerekek. Azt a takarást meg kellene szelidítenünk. Ja, hát Pripyatban vagyunk szerintem. Biztos valahol kiérünk, ahol van tábla is. Ugye? Az a tipikus nagy beton tábla. Ez olyan ismerős, nem? Gyerekek, Falkerből vagy valami. Itt van a izé. Oda nézzél, testvérem! Itt van az óriás kerés kacok. Megjöttünk, úgy érzem, megjöttünk. Várjatok, ide egy ilyen képet készítsünk itt, halljátok? Ez egy ilyen, minek nevezik, egy ilyen turista látványosságon vagyunk. Behúzom a kéziféket. Jaj, ez tetszik, várjál, csak nem tudok. Ez nagyon jó. Közben kettyeg a idő, ez a mérő. Ó, hát ezt nagyon adja. Na! Valahol itt van a takarás. Itt benne a városban, hallod? Köszönöm szépen. Benne a városban valahol. Ott van a... itt van a Dodge-em. Ezek már jól meg vannak csinálva. Megint megy le az nap. Az éjszaka, majdnem azt mondtam, megy le az éjszaka. Hiper kicsit hülye. Jó. Szóval gyerekek, akkor minden megvan, akkor igazából nincs is több jármű, hallod? Ó, itt még van egy takarás a garázsnál. Itt ezt le tudunk gangolni? Itt van valami útvonal szerint. Ideig le kéne azért még vágtatni. Most nem azért. Tudom egyébként, hogy nem fogom tudni felszabadítani, de legalább akkor legyen a mapunk 100%-os feloldva. Feloldásügyileg. Busz! Csoda, hogy nem Ikarusz, gyerekek. A Szovjetunióban rengeteget hordtak Ikaruszt, ugye. Mondjuk ez inkább Ukrajna. Várjál? Ott volt egy tábla. Óvatoskodjunk.
Már kettjeg a izé. Geiger Müller szá... Ajjaj, erről beszéltem. Ó, gyere már ki onnan, testvérem. Jó. Ó, mondom, erre elmegyünk, de nem. Nem akarja a jót, nem akarja. Állj meg! Menjünk ki innen. Megpróbálunk itt az épület mellett elmenni. Áh! Gyerekek! Leszünk bátrak, mint az állat. Uhú! Ezt úgyis ki akartam próbálni, Jézus Mária! Jó, átjutottunk, testvéreim. Hát lehet rajta jutni, ugye? Csak nem biztos, hogy annyira... Ó, itt végigjöttünk a... Nem biztos, hogy annyira kellemes. Jó, itt van valahol még egy takarás, nem? Aha, ott. Ezt még feloldjuk. Feloldjuk, mint a vízi hullát a sósav. Mert ez egy szép hasonlat volt, tök jó. Aztán nekiállunk idén komolyabban művelődni ám, gyerekek. Várjatok, a BTR-t ki tudjuk próbálni a vízbe, mert itt pont van víz. Úgyis most izé lesz. Na nézzük meg, gyerekek, mit tud. Mit tud? Tippeljétek meg, szerintetek elsüllyed, szerintem el, mint a kő. Gyerekek, ez most leér? Leér vagy úszik a vízen? Hallod? Nem mondod. Nem úszik a vízen. Ez izé vízi átkelés van, gyerekek, benn van a víz alatt. És nem kap, nem, nincs merülési mélység határa. Hát ugye harckocsik szoktak így átkelni a izén a különböző vizeken, de hát ez nem harckocsi. De ez ott rohadt meg, gyerekek, én érzem. Ez nem nagyon sikerült ez a művelet. Ezt akartam kapcsolni lámpát. Ja, kapcsol is, jó. Mondom, legalább lámpát tud-e kapcsolni a víz alatt. Jó van, gyerekek, figyeljetek, igazából föl van szavarítva a dolog. Jó, akkor nézzük a célokat. Ott van egy cél, jobb fölül. Ez az egy cél van? Nem, itt is alul van egy. Akkor kettő darab cél van, ugye? Uh-huh. És a rönktárolónak nekem kell felraknom a rönköket a rönklerakatnál. Meg nem nekem kell felraknom a rönköket, ugye? Ez így működik. Igen, hát akkor annyi, hogy a garázsba vissza kell állítani a járműveket. Nem az egyet, hanem az összeset. Visszaállítjuk. És akkor onnan kell egy... Aaaaaj, tesó. És akkor onnan kell egy izét, egy indulást mű... Mindig ráváltok arra a másik járműre. Rá kell közelítenem, mert nem a garázsra kattintok, hanem a járműre. Úgy. Meg még van nekünk egy... Még együnk. Hol van a garázs? Hol van a garázs? Garázs. Jó. És azt csináljuk, hogy belepörgetünk az időbe. Oké. Okay. És akkor nem tudom, melyikkel menjek, ezzel még soha nem mentem, úgyhogy valószínű, hogy ezzel fogok. Ugye az uralt azt már össze-vissza nyüstöltük. Egyébként mondjátok már meg, ez micsoda? Ez valami régi zil, vagy mi akar lenni? Leginkább egy ízére, egy ilyen Ghost 69, vagy nem is tudom, melyikre emlékeztet. Na bad. Aha. Jó, nekem ízére kell garázs, garázs tent. És garázs kart. Load. Nem elérhető, miért nem elérhető, testvérem? Hm? Miért nem elérhető az? De ez miért nem elérhető? Miért írja nem elérhetőnek? Külső képű fogó? Vagy mi a francnak kell? Mi kell oda? Nehogy már ne tudjak ezzel garázs szállítani, hát ezzel akartam, barátaim. Várjál? Bed. És arra húzza rá, testó. Nagyon jó. És garázs kartot is dobjunk föl. Lehet, hogy nem fogja, mert nem úgy áll, de... Hú, hát ez már most érzem, hogy ez nem lesz egyszerű. De azért próbálkozzunk meg vele. Amerre mi nekünk nem kéne mennünk, mi? Itt nagyon nagy szopatás van. Itt is nagyon nagy szivatás van. Ott is nagyon nagy szivatás van. Ez szerintem egy összefüggő ilyen mező.
ilyen sugárzómező, úgyhogy akkor... Mert itt látjátok, hogy itt olyan, mint hogyha így jönne. Ugye? Húristen. Ezen az egyúrban ott se tudok elmenni, mert ott is szivatás volt. Erre el tudok menni egy darabig. És szerintem, hogyha itt lejönnék valami, vagy itt eljönnék erre valahol, ezen az úton, és ezt megkerülném, akkor ott föl tudnék menni, én arra gondolnék. Na nézzük meg, először is jussunk el ide. És utána átgondoljuk, jó? Diffizár összkerék, van ezen minden, úgy látom, nem annyira szar ez a gép. Úgyhogy próbáljuk meg a nagy sorat kerülni, mert szerintem azért ez nem úgy fog közlekedni, mint a BTR-ünk. De azért megfelelően dinamikusan hajtsunk, mint a bolondok. Megfelelően dinamikusan hajtsunk, mint a bolondok. Viszont baromira eszi az üzemanyagot, azt már most látom. Mert már eddig jutottunk el, azt már izé van. Oda... Ja, gyerekek, ez nagyon eszik. Ez nagyon durván használja az üzemanyagot. Eddig még csak fűbe mentünk, úgyhogy nem csoda, hogy jól megyünk. Itt kimegyek az aszfaltra, próbáljunk meg minél kevesebb, több aszfalton menni, és akkor diffizár összkereket ki tudod kapcsolni. Ugye azt egyértelműen ki kell kapcsolni, meg sokkal kevesebb beteszik a jármű. Csak viszont, hogyha lemész az aszfaltos útról, akkor instant ragadsz a sárba. Jó van gyerekek, hát megnézzük, elmegyünk. Viszont aszfalton meg mindig kapcsolt ki, mert jóval kevesebb beteszik tényleg. Ajaj. Á, franc! Jó, ma most megfeneklettük. Aha, itt magyarul akkor itt szopatás van. Jó, hát akkor kösz. Akkor várjatok. Akkor viszont. Újra tábla. Megpróbálunk valamerre eljá? Itt valami utak vannak, úgyhogy itt szerintem itt ki tudjuk kerülni, eddig eljutni valahogy. Jó, úgy barátaim. Ja, viszont most összkerék wifi bekapcs. És akkor balra leszedjük. De nagyon durván nem fordul ez a gép. Mondulj már el. Nem, egyszerűen olyan picit lehet kifordítani a kerekét. Tehát mekkora fordulókörre lehet ennek a dögnek. Hát most is ávaszt csinálja, de egyébként... A wifi zárat kikapcsolom, akkor jobb lesz. Nem már erre is. Lehet, hogy rossz választás volt az a gép. Ja, itt van a tábla, basszus. Jó, menjünk. Ez valami gaz lesz, érzem. De most a gazba vagyunk. Ütél már gazba? Van az a YouTube videó, mi? Há, hogy ne, szartam is. Ó, gyerekek, nézd a táblát. Ott a tábla. Ott a tábla, és tőlünk jobbra is, és itt végig, és itt balra is. Úgyhogy ez cumi. Cumi van, gyerekek. Jó, hát ez lehet, hogy ez nem lesz meg neki futásra. Elmegyünk a táblák végig a táblák mentén, és megnézzük, hogy merre tudunk bemenni, mert itt is van tábla. De lehet, hogy ott meg arra van már tábla. Oda nézzél, barátom. Látod? Úgyhogy itt el lehet menni. Jaj, nem! Ott a tábla kint. Erre is. Erre is az lesz. Erre is. Szerintem tovább megyek, mindjárt kapom. Kapom a dózist. Már kettyeg. Már kettyeg is. Ó, gyerekek, úgy is érzékelő, hogy benne vagyok. De még nem kaptunk annyi dózist, hogy sugárfertőzést kapjunk. Jó, hát akkor itt végig a táblák mentén végig kell mennem, azt valamit kitalálunk, srácok. De egyébként ennek a gépnek a forduló köre, ez egy borzalom. Nem akartam elmenni éjszakra, mondom, nem kerülök akkorát, de úgy látszik, hogy a végén mégiscsak az lesz, hogy hatalmas kerülővel jutunk oda.
Elmegyünk arra, ott is egy kicsit tisztásabb a rész, nem akarok a nagy sárba belemenni ezzel a géppel. Főleg nem egy pótkocsival. Várjatok, nézzünk körül. Nem látok táblát, ugye? De már mennyire lementem délre, te Jézus Isten. Nem tudok valahol átvágni. Itt van a duga, gyerekek, itt a dugának egy kisebb verziója. Jól mondtad, Velver? Jól mondtad. De hogyha itt feldörülünk, akkor tudjátok mi történik, dugába dőlünk. Dugába dől a terv. Jó, most nem dugázok, gyerekek, hanem próbálok itt átmenni. Nem tudom, nem nagyon akarok lassan menni. Hát fér! Nem fért. Nem fért át, More. Nem fért át. Jó lett volna, a szemből nézem, ugye nem volt, lettem volna hülye. Ó, gyerekek. Szűkebb lyukba nem tudtam volna belemenni, ott meg házak vannak, itt van a duga. De nem kár, hogy nem tudok kinézni, te fiú. De erről beszéltem ezelőtti részben, srácok. Jó, és akkor itt viszont... Jaj, ebbe a vízbe belemegyek, testvéreim, mi lesz? De várjatok, ezen az aszfaltos úton kéne elmennem, ezen a csikon. Itt gyorsan átugratunk, ezen a vizen. Elmegy. Jó lesz ez, barátaim, az úrba. Fel akarom szabadítani ezt a garázs, gyerekek. Fel akarom szabadítani, de szórakozzatok. Egyébként azt néztem, hogy ugye a rönttárolók, amiben én nekem kell pakolni a fát, ugye oda vinnem kell kátszert és nekem kell megraknom, azok sokkal kellemesebb helyeken vannak, mint a rönklerakatok. Egyértelműen, úgyhogy lehet, hogy kátszérezzünk. Lehet, hogy kátszérezzünk, hogy megusszuk a durvább dolgokat. Ó, itt meg sárva, bazze. Jaj, ne! A fekete részre semmiképp ne vegyél bele. Jaj, ne, fa! Álljunk meg! Elsüllyed, mi? Kapassuk ki valamerre. Elsüllyed? Süllyedünk? Nem, jó. Na, tesóim! Szituáció következő, itt fölmennék, ugye belefutnék a radio aktivitásba. Azért én arra tippelik, hogy ugye itt közlekedtünk mi már. De várja, itt miért... Itt közlekedtem valamerre, de merre mentem? Ja, itt elmentem arra, de itt nem is közlekedtem. Hogy eddig mentem csak. De miért mentem volna csak addig? Mindjárt megnézzük azt az udvart. És valahogy keljünk át ezeken a vizeken. Hát az nem kicsi az a víz, tesó. Ami itt előttem van. Itt menjünk a jobb oldalon. Annyira nem szer ez a gép. Én azért. Egyébként kis kellemes. Nem túl nagy ereje van. Ó, itt van. Ja, itt tábla van. Gyerekek, azért megszivatom magam. Jaj, a merülési mélységre is figyelni kéne. Ja, azért jó összegyűrtem a hűtőrácsot egy icipicit. Jaj, ezek a bedőlt fák, ezeket utálom. Jó, aszfalt lesz. Jó, neki durrantottam annak a... Ez kerék diffi kikapcsol, jó, kicsit nyugiba. Kicsit nyugiba, jó, nézzük. Azt mondtam, hogy itt be, ugye? Akkor inkább itt lemegyek így. Összkerék diffi visszakapcsol. Nézzük, mit lehetne itt kihozni ebből. Na hát oda megint nem akarok belemenni abba a marha nagy sárba. Úgyhogy így okosba. Okosba a füves részre fölmászunk, csak nehogy beledöntsem bárhova is. Úgy okosba. Vazd, de megjettem, mi volt ez? Halljátok, komolyan mondom, olyan, azt megint, te nem ijedtél meg ott, aki nézed a videót? Én azt hittem, hogy feldöltünk, vagy felrobbant, vagy akármi történt. Ezére mentünk, aknára. De gyerekek, megint fel van adva a lecke, ott elmegyünk abba a pici lyukba. Hallod, de jó ez a map, mi? Hú, ki van találva, de itt ez megint jó mély. Viszont át kell valahol mennem. Viszont ott nem fogok tudni kimenni, látod? Vagy ki tudok? Nem, az egy csapda.
Tolassál vissza forgó zsámolyosait. Egy kicsit visszateszem. Itt kell átmennem ebben a nagy, ezen a nagy vizen. De ide beláll az elejével előre, akkor meg ott fullad bele a gép. Úgyhogy lehet, hogy a csörlőt instant rá kéne raknom már most. Hogy bátrak legyünk, gyerekek. Kapcsoljunk egy manuál ilyet. Mászó fokozat. Nyomatékra megyünk. Tudja a dolgát ez a gép. Nem nézett ki belőle, de egész jó tapadása van. Szerintem mászó fokozatban itt végig evickélek. Itt nem küldöm neki, de közel vagyunk már a célhoz, már nem kellene kinyíratnunk magunkat. Ó, ja itt izéltem, itt borultam föl, hát hülye vagy Keeper. És már rájöttem. Itt borultam föl. Ne, tudtam, hogy fönn akadunk. Hülye voltam. Álljál, nincs semmi baj. Várjál, ott izé van, tábla van. Ha itt balra el kell mennem, de várjál, nincs semmi gond gyerekek, mert van csörlőzünk, ugye? Ezt feledkezzük meg róla. Előre akarom kiúzni, nehogy izé ilyen valami történjen velünk. Oké, elég is. Itt borultunk fel, úgyhogy óvatosan, mert itt elég mély a talaj. Meg vannak ezek a nagy hepehúpák. Egyébként ez adja ez a gép. Hallod? Nem gondoltam volna, hogy ez egy ilyen jó. De itt tényleg azt kellene csinálni a gyerekek, inkább berakjuk ilyen nagyon alapba. Szépen izébe. Teknős béka fokozatba végig evickélünk. Bele kéne tennem az árokba, mert az a... Nem lesz ez jó nekünk, gyerekek. Bele kéne küldenem oda az árokba, mert izé van. Bele fogok borulni, úgyhogy nem fogom megúszni. Mi van már? Mit dobálja a sebességeket itt? Egy ilyen sebességi fokozatba végig eresztjük. Szerintem lehet, hogy bemaradok a vízbe, mert hogyha beleborulok, azzal se vagyok előbbre. Hát, de az meg mély lesz, mi? Nem? Nem jó ez, gyerekek. Inkább belemegyek a vízbe, ki tudom magam csörlőzni. De ha beledőlök oldalra, abból nem lesz köszönet. Itt lehet, hogy kikaphatok jobbra. Ott izék vannak belszórva, nézd, fák. Ne, ott egy tábla, gyerekek, ne szivass. Nos, most merre, hogyan? Na nézzük, milyen tábla van, merre van. Aha, ja, jobbra van tőlem, jó? Oké, egyenesen is, ne szivass, kérlek, basszus, ne szivass. Itt vagyok a céltól, nem messze. Jaj. Egyenesen izét mutat. Ugye ott a tábla. De balra. Itt is le van zárva valameddig. Picit tolatunk. Erről beszéltem, nézzétek ezt a fordulókört, a Máriám. Tudom egyébként, igen, difizárból kiveszem, akkor kisebbbe fordul, mert ilyenkor azért tolja magát. Ugye ilyenkor a belső ívben menő kerekek azok is ugyanannyit forognak, mint a külső ívben. Na, itt gondolkozok rajta, hogy itt nem tudnék elsúlyenni. Itt valamerre. De elég ritka. Elég ritka itt a cuccos. Várjál, figyeld! Oda nézzi a trükköt. Ha? Meglessük? Megleshetjük. Berakjuk egy ilyen fokozatba, nem kapkodunk, gyerekek. Jaj, jó. Nem tűnik rossznak, nem látok táblákat. Szépen erre elmegyünk. Várja, mi van ott? Ott van egy nagy horgos, nem? Ja, aha.
Itt előttem egy nagy horgos. Akkor itt, aha, ott is a tábla. Meg kéne kerülnem a horgost. Vagy pedig... Vagy pedig egyenesen megpróbáljuk? Próbáljuk meg egyenesen. Igazatok van. Mint hogyha mondtátok volna. Fogadjuk, gondoltátok. Hogy mennyi egyenesen tovább, az jó lesz nekünk. Így szépen. Egyébként terepjáró képesség. Ez a gép, gyerekek, ez most én nekem nagyon izét... Nagyon-nagyon... Az mi van ott? Ott van egy jármű, gyerekek. Vagy az csak roncs? Terepjáró képességben ez a gép most nekem... Azt mondottja velem, hogy le a kalappal. Baró jó. Baró jó, gyerekek. Összkerék meghajtás, kicsi kaszni. A... Kb. Szerintem a jó, jóval erőtlenebb, meg gyengébb, meg kis finom műszer. Nem egy olyan, mint egy ural, ami azért nagyon brutál teljesítményű. Viszont kellemesen el lehet vele kettyegni. Viszont könnyebb is, mint egy ural, nem annyira süllyed bele a sárba. Jaj, várja, állj. Ne csináld a hülyeséget, Keeper, ne csináld a hülyeséget. Oda nézze, nem süllyedt el a sárba, mi? Ott, az első kerék. Hát nem, csak tengelyig, hallod? De vannak érdekes helyek. Na, oké. Okay. Szituáció következő. Azt mondom, hogy itt valahol talán el lehetne kettyegni. Hátulról a garást megfogni, vagy pedig így. Ez a kettő opció, ami szerintem így nem lehet rossz. Jó, itt egy kicsit mély a sárna. Ezért rakjuk nyomatékra, szépen eldödörgünk, gyerekek, addig. Az már sár, gyerekek, kösz. Ezért nem akartam bemenni ilyen fekete részekre, ezt mondtam, látjátok. Hát a keréknek a teteje. Kerék tetejéig van a sár. Mondjuk itt nem tudom elmenni helyhez, bazze. Azért főleg, hogy a pótkocsit húzza. Na, a pótkocsi most besüllyed. Na, most lesz a para, gyerekek. Ó, barátom. Ez a gép, ez le a kalappa, ez nagyon durva ez a gép. Én ezt marha, nem az, hogy nem néztem volna ki belőle, én azt mondtam volna, hogy ez egy kaki gép. És nagyon kis baba. Jó, hát szépen okosba kell vele közlekedni, nem az, hogy nagyon száguldozni nem kell. Tetszik. Szépen egyesbe, felezőbe beteszed. Ki szállodsz virágot szedni közbe. Nagyon jó. Izélt ír, tábla van. Én felmászok a tetejére, nem akarom oldalra dönteni semmiképp. És itt jobbra elmegyünk, és szerintem ezt meg is találtuk, akkor a garázst fel tudjuk szabadítani. És akkor tudjuk folytatni a projektet. Én KCR-es ural, vagy lehet, hogy kettő géppel megyünk egyszer. Az a lényeg, hogy ugye 8-at kell vinni egy izébe. Egy célhoz, úgyhogy én szeretném azt egyszer elvinni mindig. Nem akarok úgy, hogy kettő fordulón menni, mert úgyis ugyanazon az udvaron megyünk nagyjából. Gyerekek, azért itt süllyed rendesen. Levegőben van az egyik kerékünk. Nem kell feldönteni, de... villanyát egy picit, úgy... Kilincsel előre, barátaim. Na. Még a végén ideérünk. Én azt mondom nektek, lehet átmegyek itt az erdőn. Nem tűnik rossznak az a terep. Kicsit adunk neki a sebességet, úgy. Nem tűnik rossznak itt a terep az erdőn keresztül. Picit még rakunk rá. Így. Egybe. Finomba. Ó, ott a tábla, gyerekek. Ott a tábla, kicsit jobbra orientálódunk. Itt megpróbáljuk. Megszedjük jobbra. Ezt kibújunk valahol. Az oszlop meg a fa között, te férünk? Nagy ívbe. Ugye jó. Ez a jó, nem kell kapkodni, gyerekek. Szépen, finoman, mint a kis sikló. Mint a kis vízi sikló a fűszálak között, gyerekek. Úgy megyünk. Hol arra sebben van a izénk? Álljál meg.
Varázs, itt van valahol. Mindjárt ott van. Itt van balra tőlünk. Hol vagy, testvérem? Ja, itt van. Hallod? Ez közelebb van, mint hittem. Nagyon kajak. Csodás gyerekek, hát úgy látom, hogy ezt megfogtuk az Isten lábát. Azért a Keepernek is néha sikerül valami. Mindig szoktak nevetni, hogy elszerencsétlenkedem. Most azért, hogy összejöttek a dolgok. Hihetetlen. Kint egy... Azért a rettenetesbe tegyük be a végén. Brim brim. Annyi. Megjöttük, barátaim. Barázs felszabadítva, bazzáj. Ne viccelj. De hogy kell ezt? Deborah, kifagyott a játék. Gyere. Hát ez mi volt? Letettem asztalra. Most aztán megláttatok az összes játékomat, majdnem. Lerakodás. Király. Király volt, gyerekek, megtörtént az eset. Na, figyeljetek. Ami kellene nekem. Na várjatok, nézzük meg. Ez a bed, ez gondolom kettest fog szállítani. Van nekünk egy üzemanyagosunk. Van nekünk egy garázsosunk. Ez a spare, ez mi? Ja, gumi, hát ezt rakhattam volna, hát nem tudtam. Ez mi az a standby tank? Megnézem gyorsan. 65 üzemanyag azt mondja, de hova? Hova teszi ez, bazze? Milyen jövök rá? Utility load, ez meg gondolom javításpont. Az lesz. Pautkocsi. Ez akkor 2-4, ugye? Ez így 4. Naráskart. És megint a utility. Várjatok, akkor... Itt a rönk lerakadt testvére, ez nagyon jó nekem. Halljátok, azért itt elvinni egy izét erre a célhoz. Kettő cuccot. Azért azt megnéznétek? Kettőt a izével. Két géppel mennénk egyszerre. Hú, ezt most várom. Na gyerekek, figyeljetek. Átteleportáljuk ide a izét is. A másik verdánkat. A izét nem akarom a BTR-t használni, megmondom őszintén, mert... Ugye az meg olyan fura lenne, mert a BTR-rel ugye az lenne a probléma, hogy nem ehhez tervezték ez a maphoz. Most akkor legyen az, hogy olyan gépekkel, ugye ezeket a gépeket fogjuk használni, azért mert gyakorlatilag a készítők úgy gondolták, hogy majd mi ezzel fogjuk szállítani. Na, köszönöm szépen a figyelmet, innen folytatjuk, és akkor várlak benneteket a következő részben, amikor már tényleg faszállítás lesz. Szevasztok!